Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Mielőtt mutatnám a kártyákat, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom. Ez megrendelhető e-mailen keresztül. Az e-mail címem newsletter@dendera-susanna-mirici.com. Ez a hírlap ingyenes, minden hónapban van egy téma, egy havi angyal, egy asztrológiai előrejelzés, mi várható a következő hónapban. Azon kívül, akik kapják ezt a hírlapot, minden hónapban van egy kedvezmény fél áron. És most rátérek a kártyákra. A hétvégén a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót. Ez a lefele mozgó kármikus csomó, vagy kétú, ahogy nevezzük, utal a múltra. Mind arra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Mivel a hold eléri ezt a csomót, itt lesznek most hétvégén kármikus témák, ami utal a múltra. Van jelen, van múlt, és van jövő. Itt a kártyák jelentik a múltat, és látható ezen a képen ez a férfi. Valaki gondol rád a múltból. Itt a kelyhek láthatóak, tehát itt érzelmekről van szó. De mivel itt megvan ez a korlát és a 9-es szám, még vannak nála korlátozások. Vagy kell, hogy valamit rendezzen, vagy nagyon bizonytalan, vannak félelmei, ami viszont látható a képen, hogy ez a férfi figyel téged. Itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz, azon kívül itt nincs véletlen, hiszen ez így van megírva a csillagképekben. Amit ez a hölgy mutat, a korsók, az ezüst korsó és az arany korsó. Az arany az a nap energiájával áll összefüggésben, és ez a férfias energia. Az ezüst viszont a holddal áll összefüggésben, és ez a nőies energia. Itt megvan a férfias és a nőies energia, azon kívül a víz eleme, ami utal az érzelmekre, tehát itt lesz újra kapcsolat, lesz közeledés. Ez a hölgy olyan, mint egy istennő, mint a szerelemnek az istennője, és ő, ez a férfi így gondol rád. Te megjelensz itt az ő álmaiban. És most megtekintjük azt, mi várható a közeljövőben. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. A kelyhek jelentik a víz elemét, tehát itt érzelmekről van szó. A képen látható a család, a vidámság, és itt ez a kártya utal a szerelemre. Ez áll most a középpontban. De nem kell, hogy kimutasd az érzelmeidet, hanem légy inkább olyan várakozó, türelmes, de őrizd meg a belső nyugalmadat, hiszen jóra fordul minden magától, alakul ki itt valami. És ami a jövőt, a későbbieket illeti, erre utalnak itt ezek a kártyák,
Itt a gólyák jelenthetik egy kisbabának a születését is, de ennek a kártyának van még szimbolikus jelentése is, utal a változásokra. Mivel itt megjelenik a ház, ez lehet egy költözködés. De a ravasz róka azt jelenti, hogy itt még vannak nehézségek, vagy arra is utalhat, hogy nem a megfelelő időpont most költözködni, hanem ez legyen inkább a későbbiekben. Mivel a ravasz róka kihat a házra, ami jelenti az otthonodat és a környezetedet, itt lehet hamisság is a háttérben, ami a szomszédokat, ismerősöket illeti, vagy a rokonságban. És ez volt a hétvégi jóslásom. Kívánok boldog új esztendőt, nagyon sok szeretettel, Denderát!